Több mint egy éve hazánkban is jelen van a koronavírus járvány. A megváltozott körülmények pedig a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat munkatársait is a helyzethez való, minél jelentősebb alkalmazkodásra kényszerítették. A kapcsolattartás, valamint a segítségnyújtás megújult formáiról és módszereiről Tamásné Kis Adrián intézményvezető adott tájékoztatást. A kormány a koronavírus járvány elleni hatékony küzdelem érdekében a jelenleg is hatályban lévő veszélyhelyzetet május 23-áig meghosszabbította. Ennek következtében Horváth Tamás polgármester saját hatáskörében hozza meg a kerületet érintő döntéseket. A városvezető bejelentette, hogy az idős klubok május 1-ig továbbra is zárva tartanak. A Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat munkatársai a körülményekhez alkalmazkodva többnyire infokommunikációs eszközök útján tartják a kapcsolatot azokkal a nyugdíjasokkal, akik koruk vagy élethelyzetük okán, illetve a koronavírussal összefüggésben segítségre szorulnak. Hangsúlyozta Tamásné Kis Adrián intézményvezető. Nagyon jó volt, hogy nyáron, július, augusztus, szeptemberben még egy kicsit személyes találkozásra is lehetőség volt. Sajnos akkor is csak kis csoportos formában, de több kirándulást szerveztek a kollégák idősekkel. Szabadtéren találkoztunk velük, hogy egy kicsit a magányukat, illetve a bezártságukat enyhítsük. De hát sajnos a második és a harmadik hullám ismét a klubok bezárását hozta magával, és egyre inkább tapasztaljuk, hogy az idősek nagyon-nagyon nehezen viselik a távollétet is, a találkozás hiányát, nem tudnak programokon részt venni, mert tényleg nagyon jó kollégáim vannak, és igyekeznek mindenféle programot biztosítani számukra, közös filmnézések, virtuális múzeumlátogatások vannak, még online táncoktatásra is van lehetőség, de nyilván ez a személyes találkozásokat nem pótolja. A szolgálat konyha és gépkocsi vezető koordinátorainak összehangolt szervező munkája következtében a pandémia ideje alatt is zavartalanul működik a házhoz szállított ételek megrendelése. A folyamatban a Rákosmente Kft. És a Rákosmenti Egyesített Bölcsőde több alkalmazottja is tevékenyen részt vesz. A kiszállítás költségét Rákosmente önkormányzata finanszírozza. 350 főnek szállítják ki körülbelül az ebédet, ez körülbelül másfél-kétszerese az elmúlt egy év előtti állapotnak. Nagyon sokat jelent, hogy polgármester úr engedélyezte, hogy az ebédkiszállítás ingyenes az idősek számára, tehát ez anyagilag is egy kis támogatása a szépkorúak, rákosmenti szépkorúak részére. És tulajdonképpen nagyon sok idősnek a gépkocsi vezetőkkel való kapcsolattartás sok esetben az egyetlen találkozási lehetőség. Őt gépkocsi vezető kollégám van, és nagyon szociálisan érzékenyek, tényleg nagyon lelkiismeretesek. Az elmúlt hónapokban is nem egy esetben ők hívtak orvost vagy mentőt az időseinkre. A Holtsugár Gondozási Központ 12 gondozónője a házi segítségnyújtás keretében 120 személynek biztosít állandó ellátást. A szervezet munkatársai ilyenkor is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az érintettek életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségügyi állapotuknak megfelelő gondoskodást kapjanak a saját környezetükben, valamint szem előtt tartják, hogy a célcsoportok meglévő képességeinek fejlesztése továbbra is biztosított legyen. 12 gondozó nagy kollégánk van, akik gondozási, ápolási feladatokat látnak el. Heti egy-két alkalommal látogatnak el az idősekhez, segítik a gyógyszerbevételt, az ebédeltetést, egy kisebb rendlételt, a gondozás, ápolást segítik az időseknek. És többnyire, akiknek nincs olyan hozzátartozójuk vagy rokonunk, akik ebben segítséget tudnak nyújtani, ágyba fekvő betegek, többen kórházból kikerült betegek, akik ágyból sem tudnak felkelni, és ők is úgy vannak, hogy a személyes kapcsolatot a gondozónők jelentik számukra. Amennyiben bárki fel szeretné venni a kapcsolatot a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálattal, azt megteheti személyesen a 1173 Budapest Újlak utca 106 szám alatt, elektronikus úton az info@rcgk.hu e-mail címen, vagy a 061-256-2090-es telefonszámon az ügyfélfogadás ideje alatt.